Ez 6 hétig fog tartani ez a tanfolyam, ugye december 17-ig, december 18-án lesz a gála est. A régi Vajdaszent Iványban, tehát annak, hogy idején még több generációs zenészek voltak, több bandát is ki tudtak állítani. Most már ebből a közegből szinte egy ember él, Horváth Elek bácsi, de a fogadott nagyapám, úgy is mondhatja. Minden évben visszajárunk, és ő még tartja a frontot, úgymond. Vele találkozhatnak itt a Fonóba, a gála műsorunkon. Belecsaptam, megfogjuk föl, megtartom a kezdet, egy picit fölfelé húzza a fiú, a lány egy picit lefelé, csak én fogyom a kezének a fiát, adok neki lendezet, és csak megtartom a kezdet, nem fölfelé húzza. Vajdaszent Iványnak a zene és tánc kultúráját a táncház mozgalomban nagyon sokan tévesen székelyföldinek hiszik. Ez azért nem igaz, mert a maga a település az a Székelyföldnek történelmi határain kívül található, tehát a vármegyei magyarságnak a falujáról van szó. Az úgynevezett Felső Maros mentéhez tartozik a település. Én nagyon örülök neki, mert az erdélyi hangszeres zenén belül ez az egyik fellegvár a harmonikázásnak, hogyha lehet mondani. És hát nagyon szeretjük, én személy szerint kifejezetten szeretek játszani a Sebesfordulót, mert olyan jó swungja van, hogy jól lehet vele ritmizálni, és a dallamok is gyönyörű szépek, jók az akkordok, szépen van megharmonizálva, szépen harmonizálnak a Szent Iványi kísérőzenészek rá. Tehát egy elég kompakt, szerintem elég kompakt, egy elég élvezhető, egy elég nagy élményt adó zenei anyagról van szó. Maga a tánc folyamat, az verbunkkal kezdődik, általában forduló, lassú csárdás, amit lassúnak hívnak, korcsos, abból jön egy cigáncsárdás, és úgymond egy román, ugye a zárásképpen egy román táncot, a batukát szokták eljárni. Ma fordulóval foglalkoztunk, igazából bekezdéseket, riccálásokat csináltunk, meg egy kicsi figurázásokat, forgatós részeket.